ilyenkor, öreg este, szűk, alacsony paraszti szobácskájában lencsét tisztogat Bús anyó. Fekete kendője rég kikopott, zsámolya kiszolgált, kosárkája is kivénült. Tavai a lencse benne, roskadozik a kemencéje, homályos a mécsese világa, de ijesztően kövér és lusta a fekete macskája, mintha az idő múltával Bús anyóról minden hús erre a macskára költözött volna. Nem sokára harang kondul, s Bús anyó önkéntelenül megremeg, mint odakünn, odafenn a toronyban a harang körül álmodva függő fekete öreg denevérek. Megremeg, és szinte ilyet gyorsasággal vet keresztet. Hanem bemohosodott fülének, miért hullik ma oly üresen a harangkongás? Meghökkenve figyel néhány pillanatig, s vaksi arccal az ablak felé néz. Talán elment helyéről az öreg templom torony? Egyre távolibb és gyöngébb a szava. Talán úgy elvándorol, hogy vissza sem jön többé a magányos vénasszony egyetlen szép kis gyermeke, apja, lelke, a templom torony. Ejnye, ejnye, ennyi ideig még sose késlekedett Bús anyó az imával. Mintha bűnön érte volna magát, most annál gyorsabban kezdi. Mi atyánk, ki vagy a menyekben, szenteltessék a te... Itt megáll Bús anyó szája, s mintha meggondolta volna magát, így folytatja. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Bús anyó a fejét ingatja. Nem, nem, talán inkább ez. Üdvözlégy, Mária, Istennek szent anyja. Nem, esse, esse. Bús anyó fölmordul, mintha megsebezték volna. Szűz, Máriám, mondja hangosan. Már hogy is lennének jók ezek az imák, mikor már annyiszor mondtam őket? És rajongva folytatja. Szűz, Máriám, hogyan fogjon három ilyen öreg ima az én vén bűnös lelkemért? Ó, nem fogják meg már ezek azt a jóságos Úristent. Nem tudják ezek már megrántani az ő aranyos köpönyegének szélét, hogy ráfigyelne Bús anyó vén bűnös lelkére. Ó, Szűz Máriám, sírdogál Bús anyó. Bús anyó érzi, más ima kellene már, friss, új ima, aki még fogni tud, nem ilyenek, amik öregek, mint én magam, aki már csak kukoricahántásra meg lencse válogatáshoz való. Lassan elhallgat Bús anyó, a szó gondolatba olvad. Hogy pedig már jön az idő, amikor ő meg fog halni. Jaj, milyen rossz utat csinálnak neki ezek a kopott vén imák. Hogyan fog hát följutni az ő bűnös lelke odáig? Bús anyó már érzi a kénköves lángokat. Látja az ördögöket, amint ízekre szaggatják és sütik nyomorult, töpörödött testét. Jaj, mi lesz velem? Nyögdécselt Bús anyó. Ezekkel az öreg imákkal. Jaj, mi lesz? Szeme után orrának is megered a könnye. Honnét vegyen ő új imát? Kérni kellene a jó égtől, de hogyan kérjen, ha a régiek már nem fognak, ha már kifoszlott a szárnyuk? Most érzi csak igazán, milyen baj tett, hogy nem tanult bötűt, hogy nem járt oskolába. Fölkél Bús anyó zsámolyáról, és a roskatag szekrényhez megy. Abban van egy pár ócska, cúgos cipő. Azon újságpapíros, rajta meg bötű.
Kicsomagolja a cipőt, letörli róla a port, veszi a papírost, visszatelepszik a mécses mellé, és csak úgy próbaképpen sokáig nézi a nyomtatott papírost. Olyan igen nehéz lehet ez, gondolja. Azt, ha mégis fejébe venné, hogy öreg korára bötűt tanuljon, nem érné meg a fáradtságot. Ahogy nézi az újságot, a bötűkből lassan kialakul a pokol, megint látja kárhozását és följajdul. Kitől tanuljon bötűt? Pénz kellene ehhez is, pedig már ételre is alig telik. Ki tanítana ingyen bötűre egy szegény, bolondos vénasszonyt? Lám, fiatal korában hányszor csipkedte állon a tanító. Böze, miért nem gyűsz már hozzám oskolába, amíg nem késő? De ő félt a tanítótól, mert az nagy kurafi volt. Most aztán nincs bötű, nincs új, friss ima, és az ő lelke mehet a pokolba. Bús anyó szépen visszateszi a helyére a papírost, a papírosban a cipőt visszazárja a szekrénybe, s lassan vetkezni kezdi sötét vastag rongyait, miközben a másik, már 30 éve magányosan emelkedő, immár örökre bevetett ágyra esik a tekintete, és eszébe jut az ura. Az sem ösmerte a bötűt, ha élne is. Most a hatalmas fekete macska alszik az ágy tetején. Ránéz Bús anyó. Ha csak ösmerné az a dög a bötűt! Se vége, se hossza Bús anyó rongyainak. Az ember azt hihetné, mire levetkezik, semmi sem marad a vénasszonyból. Csak egy kicsiny madárfej, két elszáradt kéz, két bocskoros nagy lábfej. Kizörgeti az ajtót. Talán most hal meg a Pista szomszéd, mivel már 4 napja haldoklik, ahó hívják. Úgy lehet, biztosan. Bús anyó visszarakja magára rongyait, míg hangosan kiáltja. Megyek már, megyek a halotthoz. Arra gondol, hogy a szomszédék sem tudnak új imát. Azoktól is mindig csak azt a 3 hallotta, a többiektől is. Csak azt. Ha csak ezen az ünnepélyes halálozáson nem... Újra zörgettek. Aztán egy úrféle fiatalember libben a szobába. Megyek a halotthoz, morog Bús anyó. Szegény lelke. De ahogy megfordul... Ez nem a szomszéd halottéktól való. Ám bátor elég sápadt az arca, hanem ahulla nézi Bús anyó, és rögvest gondolja, látja, hogy ezt a jó Isten küldte. Ez a bötűt hozza, az új imát, bizonyosan. Csak az a kérdés, mit kér érte? Az pedig így szól. Most érkeztem az esti vonattal, és nem ösmerem ki magam ebben a városkában. Itt marad, újjong magában Bús anyó. Megfogom a bötűt, az új imát, ez a... Sajnos, szól az idegen, nincs elég pénzem szállodára. Ez jó, nincs elég pénze, itt marad már a bötűm, gondolja az anyó. Ezért kénytelen voltam ott zörgetni, ahol világosságot láttam. Egyedül itt láttam világosságot magánál. Lesz bötű és új ima, és lesz már nekem örök világosság, véli Bús anyó. Talán tud nekem kevés pénzért szállást adni. Tegye le magát az úr, felel az öregasszony barátságosan. Van itt nekem egy magányos ágyam, ha nem szégyelli. De előbb talán megbeszéljük a fizetséget. Dehogy, majd lesz, ahogy lesz.
hanem én... No, csak feküdjünk le, siet Bús anyó, mert hát, ha még elröpül a bötű, mielőtt hozzászokna az ő puha ágyához. Ha sárga is a felső kabátom, mondja a jövevény, nem vagyok én úr, és... Ejnyed, de makacs, mondja feddőleg Bús anyó. No, csak fújjuk el gyorsan a mécsest, mert az nagyon drága. Aztán csak vetkőzzék le az úr. Anyu roha most fölveti az ágyát, miközben megcirógatja a puffat párnákat és a kövér dunnát, gondolván, jó puhák legyetek, és jó melegek, hogy megfoghassátok nekem a bötűt, a bötű meg az új imát, az új ima meg a jóságos Istent, az meg az én vén, bűnös lelkemet. Már meg is van. No csak, ejnye, még lesevetkőzött. Alszunk egyet, aztán majd beszélünk. Holnap reggel, ha gyorsan ágyba lesz, kávét is kap, meg rossz fekete kenyeret. No csak, hajde. Áll a jövevény csodálkozva, és így szól. Jó, legyen. Lenyugszom szívesen, fáradt vagyok, de még egyszer ismétlem, idegen országban, idegen városban, idegen vagyok, és nem úr. De a bötűt csak tudja? Kérdi hirtelen Bús anyó. Gonosz csodálkozó vigyorgás cikázik szét a vendég arcbőrén. Mert, folytatja az anyó, mert nekem új imát kell tanulnom, ahhoz köl a bötű. Sok új imát, mindet, ami van, mert bűnös a lelkem, azt ki tudja, mikor köl búcsúzni. Ugye érti, lelkem? Értem. Maga majd megtanítja a bötűre Bús anyót, ez lesz a fizetség. Azt lakhat nálam, ameddig csak tetszik, kávét is kap. De én... Utálom a bötűt, mondja a jövevény mosolyogva. Gyűlölöm. Ezt nem érti Bús anyó. Azt mit védhetett az úrnak a bötű? Kérdi. Az idegen legyint, arcát fintorgatja. Azt úgysem értené, jó asszony, mondja. Aztán így mormog tovább. A kultúra, és legyint. Leveti a kabátját, és ledobja kalapját. Nyaka és kisé a melle is szabad, mint ahogy hajdan a költők jártak, de a szeme fátyolos. Bús anyu most már egy szót sem ért abból, amit az idegen mormog, és ezért újra megkérdezi. Hanem azért... Ösmeri a bötűt? Ó, igen, túlságosan. Azt meg is egyeztünk akkor? Ó, igen, túlságosan. No, akkor feküdjünk. És lefekszenek. Az idegen az ágyból elfújja a mécsest, és most a vénasszony erősen fülel a sötétben, vajon milyen imát fog mondani ez az úr? Fülel, de mit sem hall.
Ujjával megfúrja a fülét, és fölül. Úgy hallgatódzik tovább. Mint hiába. Bush anyó meg nem állja, hogy meg ne kérje. Azt mit szokott imádkozni az úr? Pogány vagyok én, feleli a másik ágy. Én nem szoktam imádkozni. Kissé megijedt Bush anyó, hogy ilyen közel a halálhoz pogánnyal kell aludni a szobájában, hanem mivel ez is a bötűért, az új imáért történik, megnyugszik, és csak ennyit mond. Nem jó a... Lehet, feleli a másik ágy. De azért ösmeri a bötűt. Nálamnál senki jobban. Akkor jó. Most már úgy határoz Bush anyó, hogy addig nem is imádkozik, míg csak az új imával nem fog betoppanni hirtelen, és meglepi majd a mennybélieket. Úgy. Visszahanyatlik ágya mélyébe, de mintha valaki segítene, szinte nem is magától mozdul. Aludni fog. Lassan-lassan, már nem is érzi a tagjait, úgy van, mintha elolvadna az ágyban, el a sötétségben. És egyszerre újra hallja a harangot, de az most, mintha egészen közel jött volna hozzá, úgy zúg oly telten, mint még sohasem. Itt van a torony az ágyadnál. Hej, Bush anyó! Föl, Bush anyó! Most, most az új imával! Most! Meg akar mozdulni, aztán, mint kezdődő viharban, egyre gyorsabban kalimpál ide-oda a félkarja, de abból már nem lehet keresztvetés. Hiába zúgja az ágyához jött templomtorony. Most, most az új imát! Fölhördül Bush anyó. A jövevény odaugrik az ágyához, gyorsan a mécsest. Fekete Bush anyó arca, mint az éjszaka. Csak egy utolsó szó csillog még szelíden a száján. Új ima. Áll az idegen az ágynál, megdermedt kezében az enyhe mécses. A fejét ingatja, átnéz a falon, és visszás karral ügyetlenül fordított keresztet vetve mondja. Boldogok, akik hisznek az új imában, akik hisznek az új betűben, és akik hisznek az új emberben. Sírásba csuklik, kiesik kezéből a mécses, és felkiált. De jaj nekem! Aki már csak halottaknál töltöm minden éjszakáimat. Ráborul az asszonyra, és hajnalig zokog.
Thank you.